Üdvözlöm Önöket, kedves nézőink! Önök a Heti TV-t és a Pilpult látják. M. Kende Péter vagyok, és nagy szeretettel, tisztelettel köszöntöm Kardos Péter főrabit. Szervusz Péter, üdvözöllek a stúdióban. Szervusz, nácimentes, jó reggelt, kívánok! Mitől válik egy reggel nácimentesé, vagy nácissá? Nem válik, én kívántam, és hát nem csak reggel, egész napra és egész hétre vonatkozólag kívántam, csak mivel most van alkalmam ezt kamera előtt elmondani, nácimentes időket kívánok. Most miután ott odaállt, óránként változnak a dolgok, és nem tudom, hogy a nácitlanítás következében sikerült-e már likvidálni a főnácit. A főnáci, aki egy valami Zselinszky. Derék zsidó ember. Nem tudjuk, hogy mennyire derék, de egy zsidó ember, fogalmazunk. Hogy ki a náci, azt én mondom meg, ezt nem én mondom, mert idézek valakitől. Igen. Meg a ki a zsidó, azt én mondom meg, ő főnáci. És likvidálni kell. Ezt se én mondom. De azért most egymás között, a nézők ne figyeljenek most, azért néhány méter az orosz követségtől ne várjál tőlem valami speciális dolgot. Tehát megértem már egy pár nem, háborút, forradalmat. Mind a kettőben benne voltak az oroszok is, meg gettó felszabadítást, abban is benne voltak. Na most, ha már közéletizünk, azt mondotta ez a főnáci zsidó vagy főnáci, hogy ha mi elveszünk, akkor ők Berlinig meg sem állnak. Na most ez idézi nekem a 45-ös időket, de sokkal gyorsabban eljutnak Berlinig, mert nem kell felszabadítani a pesti gettót közben. Tehát ezzel megspórolnak egy csomó időt, és akkor irány a Reichstag, és kitűzik a... Milyen színű zászló? Ez már nem vörös zászló. De, kék, zöld, vagy nem a... Piros-fehér. Fehér, kék, az orosz piros zászló. Az orosz zászló. Három színből áll. Igen. Hát ennyien rövidebb is lesz az útjuk. Ami meg a gettót illeti, én speciál örülök annak, hogy nem január 18-án kezdődött az invázió, mert az, hogy én meg ott előadást tartok a szovjet hadsereg dicsőségéről, és egy kicsit modellezném a dolgokat. Ugye most, ugye irány Kijev, de oda Babi Járon keresztül vezet az út, tudnék, Babi Jár az egy külső kerülete Kijevnek. Most áttéve 44-re, Babi Jár ott a gettó, több tízezer zsidó van, de csak azon keresztül lehet Kijevbe eljutni, tehát ha már átmennek, felszabadítják az ottaniakat, és úgy mennek tovább Kijevbe. Hát körülbelül így modellezem a pesti gettó felszabadítását is, mert hát Berlinbe jutni, meg mindez, hát át kellett menni Budapesten is. Megmozdult a világ, mondjuk így, megmozdult Magyarország is, hogy segíteni kell az embereken. Megmozdultak a zsidó szervezetek, zsidó felekezetek is. Melyik a jobb szerinted? Vagy egyáltalán lehet-e ilyet kérdést föltenni, hogy melyik a jobb? Hogy azért a hasznosabb, ha én abba segítek, hogy átmeneküljenek emberek, vagy azért a jobb, ha én abba segítek, hogy akik ott maradnak, nem tudnak átjönni, azoknak segítek, oda juttatok valamit. Mert nem tudom, én nem tudom, hogy megfér-e egymás mellett a kettő, vagy teljesen tanástalan vagyok. Hát saját véleményem szerint, de privát véleményem, elsősorban az ott maradottak szorulnak rá igazán segítségre, mert hát őt vannak a Czóresz földjén, akik kijöttek onnan, lehet, hogy van rokonuk, ismerősük, és csak tranzit vannak itt, és mennek Izraelbe, vagy akárhova. De akik ott maradtak, a legrosszabb helyzetben. Arra gondoltam, hogy esetleg áthozni őket valahogy, úgy kimenekíteni őket. Hát hozogatják meg, viszegetésig is, mert hát valamennyien Putyin károsultak. Példának okáért ilyenkor... Bocsáss meg, még egy igen. Utolsó
túl közel-keleti rész, a ukrán egyik főrabbi szó szerint megvádolja az orosz rabbikat, zsidókat, hogy nem emelik fel a hangjukat. Na most ő orosz születésű egyébként, de hát Ukrajnában van mostan, és néhány napra rá reagált a legfőbb oroszországi főrabbi, aki zárójelben Putyin jobb keze, és azt mondotta, volt nagyon bölcsen és diplomatikusan, mindent megteszünk, amit megtehetünk. Hát ez nekem nagyon tetszik, nem a kifejezés tetszik, nem a viselkedés. Ez egy bölcs dolog, ebben mindent megmondott. Mert ugye azt mondta az ukrán főrabbi, hogy ő azt nehezményezte, hogy az orosz főrabbi nem ítélte el az inváziót. Erre ugye az orosz főrabbi egy kicsit később, ugye pont Cseres Attilával beszélgettem 9 óra előtt pár perccel, ugye aki pontosan a vérontás ellen szólalt meg, de ő nem nevezte meg a Putyint, tehát meg az oroszokat felelősnek, még véletlenül sem. És ilyenkor eszembe jut, mind a ketten hozzátartozik, hogy a Habad-Lubavics mozgalomnak a küldöttei, mind az ukrán, mind az orosz főrabbi. És fölmerül bennem a kérdés, hogy mi van az előző főrabbival, aki, ha jól tudom, Sájevicsnek hívják. De nagyon előző, sok évtized telt el azóta. De hát még mindig él, szerencsére, ha jól tudom. Jó, de hát a beosztásában. Hogy aki itt végzett Budapesten a rabbi képzőn. Ugorjunk, mert akkor nagyon mélyen kell belemenni, hogy ők hogy kerültek ide, miért voltak itt, aztán miért mentek el. A lényeg az, hogy mutassam az objektivitásomat, és nem vagyok elfogult, ez a ukrajnai rabbi, ez egy álnaívság, amikor felszólítja az orosz főrabbit, hogy szólaljon föl és vegye. Hát ő is nagyon jó tudja, hogy Oroszországban nem csak az, hogy az ottani elnök jobb keze, a Berel Lázár, de hát ő tudja, hogy nem szólalhat föl, tehát nem védheti meg. Tehát felszólítani arra, hogy miért nem védi meg, megteszi, amit megtehet. Nem tehet meg semmit. Isten gyermekei, mindnyájan Isten gyermekei vagyunk, mondja. Ez egy nagyon univerzális idézet a prédikációkból és a retorikából. Tehát ne tapossuk el az ellenséget, mert ő is Isten gyermeke. Tehát akkor ezt aztán végletekig lehet ugye fejleszteni. De hát a nácitlanítás az folyik zavartalanul. Érte nem zavartalanul, mert az a cél, mint mondotta az orosz elnök, de mindig elfelejtem, hogy itt vagyunk a követségnél. És mondom, hogy már megértem, de nem szeretnék a Navalnyi sorsára jutni. Ugye az elmúlt hetekben, a heti szakaszokban ugye beszélgettünk többek között arról, hogy... Bocsássak, mielőtt rátérünk, a PQD heti szakasz van. Amúgy egy elég száraz heti szakasz. Na most ilyen közéleti események közepette megkockáztatom, hogy unalmasnak nyilvánítsam. Tehát, de én tekerek rajta egyet most. Pillanat, hogy a napi óránkénti hadihelyzet miatt a kedves nézők olvassák el a heti szakaszt, a helyet, ugye, ez lelőttem. Annyit tekernék rajta, hogy ugye, hogy szó van több heti szakaszban is az adományozásról, az adakozásról. És ilyenkor mit kell tennie, teszem azt egy rabbinak egy közösségben, hogy fölhívja a hívek figyelmét arra, hogy bizony-bizony, most ha tudunk, nem tudom, hogy milyen csatornán keresztül, tehát hogy mondjuk például Kogéra Mazsisznak van-e ilyen csatornája, ahová várják a különböző felajánlásokat, de hogy fölhívja a hívek figyelmét arra, hogy bizony-bizony, most nekünk is
személy szerint is lépni kell, tenni kell valamit. Az kevés, ha a rabbi felhívja a figyelmet. A rabbinak magának is aktivizálni természetesen kell magát. Ahogy Kardos Péter 86. évében naponta kiárt a nyugati pályaudvarra, és ott leste fogadta a vonatokat Záhony vagy Munkács felől, és az életmeneténél, melyik épp azt hiszem ma utazik ki a határa, Tiszabecs vagy hová, ott is a rabbi aktivizálja magát, úgyhogy a hívek figyelmét fölhívhatja, de nem úgy, hogy adakozzatok, hanem adakozzunk. Én is így értettem, bocsánat, tehát félreértés. A Mazsésznek is van saját online vonala, amin lehet adakozni. Nagyon sok felé lehet, már sok közvetítő van, de a legbiztosabb kimenni a határra, és ott átadni. Igenis. Na most Pekudé-Pökudé heti szakasza van, amit olvasunk. Hát unterunsz, ahogy azt mondják, hogy hát valóban nem törli meg az ember a homlokát az izzadságtól. Nem rágja a körmét. Nem, tehát nem hozza nagyon izgalomot, de hát akkor is ez van, kérem szépen. De a heti szakasz egy szempontból, illetve hát több szempontból is, de egy szempontból biztosan érdekes. Könyvet zárunk. Mózes második könyvét fejezzük be ezzel a heti szakasszal. És milyen aktuális az a három szó, amit elkiabálunk olyankor? Erre akarsz rátérni? Nem. Nem, jó. Nem kiabálunk. Kérlek szépen, de kiabálunk, hogy ebben a könyvben tulajdonképpen megtörténik a néppé válás, vagy befejeződik a néppé válás folyamata. A nemzeti válás az majd később jön, ugye az honfoglalás is kell. Hogy most a zsidó népnek, és most itt a párhuzam, valóban meg kell mutatnia azt, hogy mennyire képes és mennyire tud szolidáris lenni. Na, így hoztam össze a heti szakaszra ezt a mostani helyzetet. Bocsáss, hogy mivel párhuzam? Hát, hogy most akkor az én gondolatom az, hogy a Mózes második könyvét azzal zárjuk, hogy végig gondolva az egészet, megtörtént a néppé válás. És közeledsz a darásfészek felé, közlöm veled, úgyhogy lassítsál. Mi a párhuzam? Mi között? Párhuzamhoz minimum kettő kell. Hát tehát egyik a zsidó nép szolidaritás, adományozás. Igen, hogy a zsidó nép, mint fogalom. Most a napi közéletről van szó? Azzal párhuzamosan? Az az adományozásról van szó? Jajjajjajjaj, darásfészek. Részben volt egy... Tényleg darásfészek, kedves nézőink? Majd csak most lesz. Én csinálom belőle a darásfészeket. Galabducból darásfészek, a varázsló rabbi. Volt egy értekezlet, ahol zsidó szervezetek erről tárgyaltak és koordinálják a segítést. És volt egy vita is. Kit kell nekünk segíteni? Az ukrajnai zsidókat, vagy általában az ukrajnai menekülteket? Na most... Ez egy komoly kérdés. Én nem voltam jelen, én csak hallottam, hogy volt egy ilyen, és ez vitát keltett. Volt, aki azon a párton volt, hogy ukrajnai zsidókat, mások azt mondták, hogy nem, általában ukrajnai, mert legfeljebb a zsidókat, a nem zsidókat, hát nem küldjük el, nem, jön oda a segély, nem kell, milyen vallású. És én azt javasoltam magamnak, illetve akivel kell beszélni, azt javasoltam, nekünk az ukrajnai menekülteket kell. Igen. És nem a zsidókat, mert ha ezt kommunikáljuk, hogy mi az ukrajnai zsidókat segítjük, akkor gondoljuk el, hogy vérig lennénk sértve, ha a keresztények közzétenek. Mi a katolikusokat segítjük csak, meg a református, vagy csak a keresztényeket segítjük. Vérig lennénk sértve. Ezt mondom én is. Nem is szóltál semmit. Lehet, hogy ezt gondolom. Nem. Csak hogy a zsidó nép, aki segít, az mindenkinek kell, hogy segítsen. Így próbáltam. Mi lett egyébként a vége? Lett a vitának végeredménye? Hogy dölt el a most 5000 év után, hogy egy vita egyértelmű eldőjön nálunk zsidóknál, túl igényes vagy. Jó, vele, ha már itt ülünk a pillpullban természetesen. Nagyon igényes vagy tapasztalatlan, tegyük föl. Vagy álnaív. Nem, a lényeg az, hogy tényleg megy a segítés, de van egy
része, most nem nevezem meg, akik tényleg a határa mennek ki, vagy seg ott adják át az összegyűjtött adományt, vagy embereket hoznak át, és Izrael felé közvetítik tovább, vagy ide hozzák, vagy gyerekeket hoznak át. Úgyhogy nem ez az én problémám. Az én problémám az, hogy ha ez elhúzódik, ez igen, akkor a itteni vetülete attól félek, hogy életszerűen ellaposodik az egész téma. Teszem föl, most egy hónap múlva ugyanez a helyzet, már a segítés az egy, hogy mondjam, némely szervezeteknek foglalkozásukká válik, de a többség, a tömeg, amely most lelkesen hordja az adományokat, ez idő. Szóval idővel ez... Én ennél sokkal rosszabb dologra gondolok, és most Kardos Péter is leszek egy bizonyos határig. Már kérje bocsánatot. Igen. Hogyha elhúzódik ez az egész történet, ugye, akarva, akaratlan, akik jönnek Magyarországra, teljesen mindegy, hogy ők most menekültek, teljesen valami fajta konfliktus ki kell, hogy a, mert ilyen a világ, hát nem tehetünk róla, és bármilyen konfliktus lesz, amivel foglalkozik, amit foglalkoztatja a közvéleményt, annak lehetnek egyéb negatív következményei is. Ezt én mondom? Négynevemben mondod, akkor konkrétumokat. Nem, csak azt mondom, hogy fönnáll a veszély. Konkrétumot. Fönnáll a... Hát amikor szóval megmondom, hogy ne menjünk abba bele, hogy bármi történhet az átjöttekkel, a menekültekkel itthon, akkor, vagy bármilyen konfliktus keletkezik, akkor elkezdődik az ukránozás, minden egyéb, ami csak problémát okozhat. Nem tudsz olyan rossz hírt mondani, hogy én ne tudjak még rontani rajta. Akkor csak egy kütyüteli a Kardos Péter, igen? Na most igen, amit te mondtál. Most jönnek a választások. Ez is fölmerült bennem. Tehát ez, hogy mondjam, olyan rossz időbe jött magyar szempontból az egész, mert a választásokat, hogy mondjam, az ukránozás, meg nem ukránozás, vagy talán enyhíti a pártok egymás közötti rossz viszonyát, mert erre, tehát eltereli kicsi a figyelmet, vagy arról terelik. Ez a két ilyen témát egyformán élőbe, aktívan tartani, az nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Azért szeretem, amikor veled beszélgetek többek között, mert időnként, és az jó, időnként ugyanaz gondolok, és ugyanazok a problémák foglalkoztatnak minket. Igen, csak én kimondom, már megint elfelejtettem, itt vagyunk az orosz követségnél. Az a dolgot, hát könyörgöm. De könyörgöm, legalább lennék a régi helyen, a Bessény utcában, a zsidó negyedben, de itt az orosz követség, mert mondom, rettentő sok emléken van ebből az időkből, úgyhogy nem azt mondom, hogy lehallgatnak bennünket, de nem, hát annyi... Hagyjuk ezeket a témákat. Elég rossz így is a közhangulat, ne rontsuk már tovább. Nálam már elég volt ez a része, tovább nem rontom. Akkor most próbáljunk meg egy olyasmit végig gondolni, hogy mondjuk te most péntek este, amikor kiállsz a hívek elé, tudsz-e nekik Kardos Péteresen valami szarkasztikusan biztatót, vagy valami jót is mondani? Készülsz-e ilyennel? Nézd oda, ha arra gondolsz, hogy eléneklem a Marlene Dietrich dalát, hogy alles geht einmal vorbei, minden elmúlik egyszer, tévedsz. Nem dramatizálom a dolgokat. Nem erre gondoltam, természetesen. Kímélem a híveket ennél jobban. Pekudé heti szakasz van, ugye, hogy a Miskán a könyvelésnek a heti szakasz, a ketten kell, hogy csinálják. A Midrás beleszól, hogy Mózes párbeszéde Istennel, panaszkodik, hogy ő kimaradt ebből, kiderült azért, mert a vezetés lefoglalta idejét. Isten azt tanácsolja neki, hogy kezdjen el valamit dolgozni, és ő majd úgy fogja kommunikálni, hogy ő állította fel a szentét. Tehát a magyarul egyedül nem megy, hogy a klasszikust idézem, tehát azért nem jutott ideje az alkotásra, mert mint vezető volt, és segítőket alkalmazott.
Ennyi a heti szakasz izgalmairól, idézőjelben. Na most a végén viszont a hazák, venisz, hazék, közhely. De mivel minden könyv után ezt elmondjuk, és aktualitása ritkán van, de most végzetesen aktuális. Tehát erősödj meg. Na most, hogy kiszorul jobban a mi erősödési kívánságunkra, ezt megint az orosz követség közelsége miatt nem mondom meg. Értettem, amit mondasz. Azt tetszik az a könyvelős rész, tehát ugye ez a Big Six, a világ megkönyvelő cége ilyenkor lázba jönnek ennél a heti szakasznál, mert nekik ez fontos. Én bevallom őszintén, én szombaton fogok a heti szakaszról beszélni, és annyit én is elárulok, elspoilerezek előre neked és a nézőknek, hogy én a néppévárással kapcsolatban fogok föltenni, hát, hogy finom legyek, provokatívnak tűnő kérdéseket, és kíváncsi leszek a hallgatóság reakciójára. Érdekes lesz. Hát nálunk a múlt pénteken volt a napra kész aktuális istentisztelet, akkor ugye tör ki a háború előző nap, tehát a múlt péntek este emlékeztem meg a eseményekről, énekeltem egy olyan imát, amelyik úgy kezdik, hogy Szim Salom, egyéb békét. Tegnap pedig egy hétköznapi imazumon a Kadisnak a végén, ez éneklő, ez egy szám, tehát nem elmondandó Kadis, ugye Ajszencsim Rajmov, de Ukrajna, újjásolni neve, de Ukrajna, tehát beletettem az aktuális szót. Hát megint elfelejtettem. Miért jó, nem szólsz ilyenkor? Jó van, na, mert hallgatlak téged. Az ukrán követség az valahol itt van a közelben, nem? A hatodik kerületben, nagyon szégyellem magam, nem tudom, hol van. Érdekes, hogy ott nincsenek tüntetések, már ilyen rokonszem tüntetése. Mert most az a fontos, hogy a másik oldalon legyenek tüntetések, hogy jól van, hogy egy kicsit visszább vennének. Most, hogy jöttem egyébként idebe, láttam az orosz követség kerítésén egy millió dekoráció van ottan kint, és ahogy kivettem, egyik se a főurat dicséri. Hát ez van. Szerintem ezt folytatjuk jövő héten. Köszönöm szépen, hogy itt azt volt. Javaslom, hogy most tényleg kívánjunk békés szombatot. Ezt akartam én is mondani. De nem a nézőknek csak, hanem nekik is. Az egész világnak, Ukrajnának, az egész világnak. Az oroszoknak is kívánjunk békés szombatot, és mindenkinek, aki minket figyel. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Good Chavez.